Szóval iPhone 10, második rész. Szóval sziasztok, üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk az iPhone 10 bemutatójának második részével, és hát így a videó elején rögtön kettő darab észrevétel, vagy ilyesmi. Szóval, hogy a komment szekcióban sokan írták, hogy figyelj már, te hülye vagy, hát az nem iPhone 10, hanem X. Én meg erre azt tudom mondani, akik nincsenek benne nagyon ezekben az Apple-ös dolgokban, nem jártasak, azok szerintem ne írjanak kommentet. Szóval, hogy az X az római számmal ugye a 10-est jelenti, és az iPhone 10 éves lett, melynek alkalmából ugye kiadták ezt az iPhone X-et, avagy a 10-et, és kiadták a 9-et. Szóval az X az a 10, és ezért mondok 10-et, de nem tudtam, hogy ez nem ennyire egyértelmű. És a másik észrevétel az pedig az volt, hogy hát ugye, hogy ennek van egy második lapja, vagy egy harmadik is. Ugye ott a videó végén megmutattam, hogy wow, ezeket az appokat kihagyták, de közben én voltam a hülye, és nem hagyták ki. Hanem még a videó elején mondtam is, hogy majd megnézzük a második lapot, és hát valahogy nem jött össze, úgyhogy most meg fogjuk nézni őket, szerintem. Hello, be is jött, akkor jön a Face ID, ugye tegnap ezt már nagyon-nagyon jól felfedeztük, és akkor... akkor lapozzunk, mert ugye ezek már megvoltak. Úgyhogy ide jövünk szépen, elmegyünk a képernyő előtt, és nem így kell lapozni. Szóval igen, ezért mondtam, hogy picit buggos, vagy nem is tudom, mert nem mindig pontosan sikerül ezt megvalósítani, de talán most. Ja, most se. Szóval ezért írtam egy kommentbe, hogy nekem ez nem működött, és azért nem volt második oldal, pedig mondtátok, hogy van. Na most elkezdődött. Aha, most már lapoz. Oké, és alul ott nem változott, és látjátok, hogy egyről elugrott egyből a háromra, úgyhogy csak kettő lap van, ez az utolsó. Nem néztem meg, bevallom őszintén nektek, hogy ezek most mit fognak takarni, úgyhogy ezeket most felfedezzük. Hát nem tudom, ez egy smiley. Ó, ez tudom mi lesz. Ez az animoji. Tuti, hogy az lesz. Emoji, igen, pontos. Ó, tudom. Tehát ugye az iPhone 10-ben van a Face ID, és hát ugye nagyon jól megcsinálták a kamerát, több szenzort kapott, meg ilyesmi, és most már képes egy ilyen emojit a saját arcunkkal összekötni, és úgy mozgatni, úgyhogy nagyon-nagyon durván néz ki. Hát itt most jelen esetben pontosan jól ábrázolja az arcunkat, mert mi is ilyen komor képet vágunk, és a majom is. Úgyhogy ezzel nincs is több teendőnk szerintem. Menjünk vissza a főmenübe, és akkor lessük... Jaj, ne! Visszajönjünk a főmenübe, és akkor minden alkalommal el kell lapoznom. Ez nem így van az igazi iPhone-ba. Ott nem kell mindig ellapoznom. És nem is mindig fog sikerülni, de jó! Akkor szerintem ott a kéknél van az, hogy mi tudunk lapozni. Úgyhogy mindenféleképpen ide kell jönnöm a kékhez, és akkor így lapozunk egyet. Igen. Akkor a kéknél fogok lapozni mindig. És a következő az halvány lila gőzöm sincs, hogy mi. De hogy tényleg ebből a pacából nem tudom megállni. Tetris! Ó! Oh, hello Tetris! Ezt hogy kell játszani? Ezt lehet játszani egyáltalán? Aha, próbáljuk már meg, hogy ide jövünk, és így levisszük. Valami történt. Miért? Milyen apply? Gyerekek, mit kell apply-oljak? Lehet, hogy az, hogy a telefon többet nem fog elindulni? Miért a Wallpaper Engine jött be? Úgy egyébként. Tehát ti láttátok, hogy a Tetrisre nyomtam, és közben pedig hátteret váltott. Ez most nem tudom, hogy mi volt. Megpróbálunk visszamenni a Tetrisbe. Most ugye azért kíváncsi vagyok, hogy ez miért történhetett. Most itt a Tetris. Jó. Át kell váltson. Nagyon jó. És annak le kell jönnie. Ide. Gyere le! Vagy valamit csinálj, haver. Most nem tudom, neki megyek a képnek, akkor megint valami probléma lesz. Nem. Akkor vigyük le. Vagy nem jön le? Told le. Alulról, fölfele. Van is megint háttér jött be.
Azt a... Jó, oké, akkor szerintem ezt a Tetris-t ezt hanyagoljuk. Menjünk tovább inkább egy másik játékba, mert ez picit furcsa. Oké, akkor menjünk. Menjünk egy következő játékba. Na, most már ráéreztem erre, hogy hogy kell ellapozni. Menjünk bele magába a Minecraftba. Minecrafton belül Minecraft. Minecraft Pocket Edition. Ó, ott a logó. És... ja. Ez hasonlít a Pocket Editionre. Itt a play. Ide, nyomjunk rá. És komolyan elindult? Elindult! Komolyan rányomtam, hogy play és elindult! Ne! És fordítva van a kéz, nem? Igen, fordítva van a kéz. Akkor próbáljunk már meg előre menni. Hát, ha ez is működik. De ez már szerintem nem fog azért működni. Már az durva, hogy behozta idáig. És ha ilyet nyomok, semmi? Semmi nem? Innentől? Nem, innentől már semmi, de... azt a... Szóval, hogy még megcsinálta a készítő azt is, hogy a play gombot legyen. Ez durva. És akkor itt a negyedik app... hát ezt nem tudom mi. De mindjárt meglessük. Paint! Oh, hello! Oh, hello! Ez egy paint. Várjál! És itt ez valószínűleg működni is fog. Most ezt behúzom. Ne! Tudok rajzolni! Rendesen! És ezek mik? Aha, ez törli. Rajzoljunk bele. Igen, akkor nézzük meg, hogy a zöld, vagy az emerald mit csinál. Ez is törli. Jó, hát akkor úgy látom, hogy itt minden töröl mindent. Itt most nincs lehúzva semmi, de mondjuk legyen fekete, amivel rajzolunk, és legyen a legnagyobb kiterjesztésű. Így, és nézzük meg így mit csinál. Hát így is, vagy azt csinálja, mint eddig. Rajzolunk szépen egy tojást, és utána pedig szerintem megyünk tovább a dolgunkra. Így. Hát ez nem, valahogy nem lett tojás, de majdnem. Rakjuk bele még pirosat is. És mi van, hogyha fekete-piros? Ja, akkor csak a feketét veszi be. És így meg csak a pirosat. Jó. Akkor rakjunk bele pirosat. Igen, és így látjátok, hogy elég furán működik az irányítása. Szóval nem mindig ott színezi be, ahol mi azt szeretnénk. Na, most csináltunk egy valamit. Maradjunk annyiba, hogy ez valami, és nyomjuk meg itt a gyémántot. Hát ha... hát az is eltűnt. Jó van, akkor itt minden eltüntet mindent. Na, ez az egy app nekem nagyon-nagyon tetszik. Ez a paint. Ide még lehet, hogy vissza fogunk térni. Ó, pedig még rá sem nyomtam. Ha, azt hitte, hogy már odaértem. Na, és akkor innen kell szerintem lapozni. Így. Igen. Akkor a következő... az Pac-Man lesz szerintem. Vagyis hát remélem, hogy... igen, Pac-Man, tudtam! És ezzel tudunk játszani? Vagy ez is ilyen... hol van a Pac-Man? Először is azt kellene valahol megtalálni. Hát ő lenne az? Vagy nem? Itt tudunk vele valamit kezdeni? Esetleg. Hát szerintem nem. Ez csak egy kép lesz. Valószínűleg. Még a másik oldalon megpróbálom megnyomni itt, hogy hát ha... nem indult el. Esetleg egy play, vagy valami. Nem, nincs semmi. Hát jó, akkor ez igazából csak egy kép. Ezen nincs is több mindent bemutatni. Jaj, már megint lapozni. Utálok lapozni. Jó, és a következő az gondolom a Google Chrome. Nem fogunk tudni keresni semmit, de azért itt a Google. És talán, hogyha ide jövök, akkor a billentyűzet kinyílik, nem? Nem nyílt ki. Volt? Ja igen, az SMS-nél az előző tegnapi videóban volt, hogy kinyílt egy ilyen ablakocska. De itt most sem, nem nyílik ki semmi, viszont a Google felirat az nagyon szépen meg van csinálva. Ezt azért be kell vallani. És jaj, pontosan így néz ki a Google kereső is. És még van kettő helyett egy darab app, ami a Google Mail, vagy a Gmail. Rájövünk, Gmailünk itt van. És itt fogadnak minket a nagyon fontos e-mailek, a nézői üzenetek, és megpróbálunk írni egy e-mailt. Na, írjunk egy e-mailt? Nem tudunk írni nyilvánvalóan, de azért a koncepció maga jó. És megnézzük, hogy esetleg van-e még több oldal,
De szerintem nem kéne, hogy legyen még több oldal, mert kifújtak az appok. Szóval itt van egy oldal, de egyről egyből elmegy a háromra, ahogy látjátok ott alul. Szóval nem valószínű, hogy van még egy lap. Szóval srácok, ennyi lett volna ez a mai videó. Remélem, hogy tetszett nektek, és most már így megelégedtek ezzel az iPhone-os Pocket Edition-ös résszel. Ha tetszett, mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot és egy feliratkozást. Ezzel tudtok a legjobban támogatni. Szóval köszönöm szépen tényleg a figyelmet. Sziasztok!